Szevasz, üdvözlöm mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Itt vagyunk, képzeld el, apukámmal, aki itt vezet. Szervusz. A munkás autóba, ugyanis elővégeztünk a munkával. Nézd, ott motoroznak a motorosok. Na mindegy, tanultak. Ilyen tanuló motorosok voltak. Elővégeztünk a munkával, és nem máshova megyünk, mint a Bunningsba. A Bunnings ez egy olyan bolt, ilyen barkács volt, olyan, mint az Obi Magyarországon, azt mondta apukám, tehát sok minden dolgot lehet ott venni, nem másra, mint a hajóra, kell venni egy pár dolgot hozzá. A héten sok mindent megcsináltunk, képzeld el, majdnem levágtam itt az ujjamat, bár nem itt, hanem ott kint a hajónál, kicsit így belevágta, nem tudom mennyire lehet látni, most már kezd úgy gyógyulni, csak így a fűrész megfűrészelte egy nagyon picikét, ugyanis a hátulját, majd megmutatom, hogy mit csináltak egész fontosan, és így bele. Hát, na minek, ma meglátod. Mutatom, itt megyünk, hol vagyunk, erre felé. Ott van bent ez a barkács volt, ahol nem itt van, a következő lehet majd befordulni. Kell venni egy ajtót, nem ajtót, ilyen fadarabot, ugyanis kicserélem az ajtót, mert kicsit el van rohadva. Aztán csinálunk egy ilyen decket alulra, aztán meg egy pár ilyen kisebb dolgot. Na minek, úgyhogy megmutatom majd, hogy hol vagyunk, vagy hova megyünk, meg mit csinálunk és mit veszünk. És megérkeztünk. Befordulunk, itt lesz egy nagyobb parkoló, ami sok mindent lehet venni, nem csak ilyen barkács dolgokat, hanem ilyen növényzetet, meg műfüvet, meg igazi füvet. Itt bent hátul itt kell ott bemenni, aztán ott van a fő bejárat. De itt van ez a virágos rész, ahol árulnak ilyen mindenféle fajta virág dolgot. Itt pedig a nagy parkoló. Itt van a Bunnings, látod ott a fő bejárat. Itt egy ilyen lakóautó. Elég ilyen kicsi, de jól néz ki. Valahogy itt megállunk, valószínűleg itt a végén, vagy a közepén. És megálltunk. Most sok mindent csináltunk, ha jól majd megmutatom a kezemet. Nem tudom, olyan ügyetlen vagyok, képzeld el, hogy mondtam, itten belevágtam az ujjamba, itt hozzácsíptem valamit. Lehet is látni, na mindent. Ez babukám, rám vár. Na itt vagyunk az autós részén, itt be lehet jönni autóval, ki vagy előbb, itt lehet sétálni, meg autóval körbe venni, hogyha több ilyen fa dolgot veszel. Na ilyet nézünk, ez nem az? Nem, ez másfajta. Ez másfajta. Az az első. Ami majd van több sor mindenfelé. Azt mondja, át kell menni az elejére. Csavart nézünk, megnézzük a fadarabokat. Nem találtunk olyat eddig, amilyet akarunk. Oda néz. Valami csavart keresünk. Na, még mindig nézelődünk, de azt hiszem, hogy megyünk vissza az autó felé lassan. Nem szóval, hogy elmegyünk a végére, itt ki tudunk menni, nem? Itt ki tudunk menni. És visszaértünk az autóhoz. Azt hiszem, zárva. Na, nyitotta. Elmegyünk vissza a hajóhoz, ugyanis úgy döntöttünk, hogy először inkább lemérjük a méreteket, aztán visszajövünk és leszünk anyagot. Akarunk, majd mutatom, hogy mit egészen pontosan csinálni, egy ajtót rá, egy dekket, egy kis asztalt, meg majd csak próbálom becsatolni magam. És itt nézgettük a fa anyagokat, de nem akarunk túl sokat venni, ugyanis utána nem tudunk le, hogy mit csinálni, és elfelejtettük lemérni, úgyhogy most adamink a hajóhoz, gyorsan lemérjük a méreteket, és visszajövünk és megveszünk, és utána megyünk vissza. Vagy haza. Oda néz, hogy lent van a víz. Te! Ugye ezek ilyen, nem mozognak ezek a dekkek. Te most rá kell ugranunk. Na várjál, jövök. Nehogy a kamera belessen a vízbe. Na, mutatom gyorsan. Vettünk egy 25 ló erős motort, ami elég jó, és próbáltuk már, nem is egyszer, kétszer. Vettem rá egy ilyen szárnyat, vagy nem tudom minek hívják, hogy jobban... Mit? Hidrofol. Jaj, hidrofol azért, hogy jobban feküdjön a vízen, ugye? És mit csináltunk? Ezt mutattam, hogy ezt megerősítettük. Itt a motornál, ugye? Aztán ezt akarjuk most itt lemérni, ugyanis ide akarunk rakni egy ilyen dekket, vagy minek hívják, nem? De cipő majdnem lejött a lábamról. Nem dekket. Minek hívják? Dekk. Akkor dekket. Ide ilyen fa dekket, hogy ne legyen ilyen csúnya. Látod, egy kicsit meg van itt repedezve. Aztán ezt az ajtót ki akarjuk cserélni, ugyanis itt kezd ugye elrohadni. Azt akarjuk megcsinálni. Amúgy itt a bimini, amit mondtam, látod, felraktuk ezt is, most össze van csatolva. És arról amúgy fényképen, hogy néz ki, hogyha be van, vagy ki van nyitva, meg be van zárva. Több ilyen dolgot csináltunk.
és amikor is fűrészeltünk, mert mindenféle fajta dolgot csináltunk, ugye itt a motornál, mert rá kellett rakni, akkor az ujjamat itt egy kicsit bele lett fűrészelve, ami nem olyan túl nagyon, tehát nem vágtam le az ujjamat, és ez a kézi fűrész volt az a szerencsé, nem ez a motoros, az lehet, hogy elvitte volna, csak egy kicsit bele kapott a fűrész, valamit rosszul fogtam, mert ahogy mondtam, a kezdem össze-vissza, na, látom, a kamerát is majdnem ledobom. Most nem lehet látni, mert hosszas a kezem, valamit megint megfogtam, de ide valamit hozzácsíptem. Úgyhogy, na várjál, úgyhogy most gyorsan lemérjük, aztán megyünk vissza a barkásfoltba és megveszük a fanyagot. Aztán valószínűleg otthon fogjuk levágni, és majd ide hozzuk ugye, hogyha készen van. Mondjuk meg kell takarítani itt a hajót, vettem ilyen fiberglass tisztítót is, meg kell csinálni az elejét, ezt a fém darabot, hogy ne essen bele a vízbe, és ott a vizek egy-két helyen belefolyik. Na mindegy, gyorsan mérünk, aztán megyünk vissza. És meg vagyunk. Úgyhogy most visszamegyünk a barkácsboltba, lemértünk mindent, amit kellett, aztán veszünk fodarabot. Vissza is érkeztünk. Na hát, mert ugye kanón, meg mindjárt még egyen, ha csak ki nem kerüljük. Hogy nézd, itt a bejáratnál ott egy kolbászos, itt sütnek, főznek, és lehet enni. Egy 2,50 $ egy ilyen kolbász. 1,50 $ a az ital hozzá, hogy akarsz inni, és kenyeret azt nem tudom, hogy adnak-e hozzá, vagy nem. Lehet, hogy az külön 50 cent, hogy van, nem tudom. Mert parkíroztunk ide. Na mindegy, mi nem eszünk, ugyanis otthon lesz ebéd. Gyorsan megveszünk, amit kell, aztán megyek hozzá, és ebédelek. Nem sokára jön haza a Lukasz is, hogy még iskolába van. Egy olyan 15 perc múlva végez, aztán jön a busza, majd otthon ebédelünk, meg megy haza apukám is. És megérkeztünk, vettünk sok fa anyagot, ami kell, úgyhogy most berakjuk az autónak a hátuljába, hogyha befér. És tele van mindenféle fajta dologgal. Vettünk hosszú fadarabot, vékony fadarabot, mindenfélét. Apukám megpróbál bepakolni, én keresem a kulcsomat addig. Az lesz a deck, az a hosszú, aztán itt van az asztal. Vettünk csavart, ez a miénk, ezt nem vettük, ezt úgy hoztuk. Hazajöttem, ahogy látjátok, közben hazajött a Lukasz is. Szervusz, mi ez? Itt van a Davis is. Ja, mind a ketten esznek ilyen jégfémet. Ja, az egyik az ilyen lájmos, másik, hogy etves, hogy milyen ez? Amúgy ezt tudod, micsoda? Fogták a vizet, lefogyasztották, meg raktak bele szerintem színezőt, mert az egész ez víz. Ez nem olyan jégfém, ami olyan, tudod, olyan vaníliás, vagy valami, hanem ilyen vizes jégfém. Az, hogy azért olcsó. Ugyanis a $2.80 kapsz 20 darabot. Ugye Lukasz, 20 darabot kapsz? Nem fie. 20 darabot kapsz, 20 darab ilyen egy dobozba. Ja, 20 darabot. $2.80 vagy 50 cent, nem tudom. Ami rettentő olcsó, ugyanis egy ilyen magnumot kapsz, olyan $8 4 darabot. Úgyhogy ahhoz képest elég olcsó. Na mindjárt, éppen csak megemédeltünk. Éppen csak ittam. Amúgy levágtam a hajamat. Biztos, hogy láttátok, szép rövidre megint. Hazahoztuk a faanyagot. Várjál meg, hoppá, milyen? Megmutatom mégis, hogy miért vettünk az asztalt. Ez utánfutó megvan. Csak átpésülem magamat. Tehát a hajóhoz, nagyon szarrébb rakjuk, ez a lába az asztalnak, majd lesz. Ebből lesz kivágva, ebből az ajtó, ugye ami most két darabban van, most valószínűleg egy darabban lesz, vagy lehet, hogy kettő, majd meglátjuk. Ezt még legyen ugye majd nem festeni, hanem festeni tudod azzal a... Na minden, majd meglátjátok. Tehát nem színe lesz neki, nem csak így be lesz párcolva, vagy nem tudom, hogy mondják. Azt mondjuk ide tesszük. Nem, a hús szokták párcolni, nem? Na minden. Ez a másik. Ez lesz az asztal bent a belsejében a hajónak, meg a külsőjén is lesz egy asztal. Persze nem ilyen nagy. Ez méretre lesz ugye, méretre lesz ugye vágva. Hát ilyen vastag. Ugyanis ami most az asztal bent van, az a hajónak a belsejében az ilyen narancssárgás, pirosas, ami nekem nagyon nem tetszik. Én ilyen fa, ilyesmit szeretnék oda, ami szerintem szép lesz. Meg a külsőjére is, hogyha ugye kiülünk, vagy valami, hogy ott akarsz inni, vagy enni, ugye ott az a külső részem, szerintem oda is úgy, ha van egy asztal, úgyhogy oda is bemegy egy ilyen kisebb. Azt is méretre kell vágni ezt az asztalt. Aztán ez lesz a deck, oda le a lábhoz, kívülre. Látod, ez nem csúszik, ugyanis ilyen. Tehát, hogy rámész vizes lábbal, ugye ez nem fog csúszni. A másik fele, az ugye sima.
ezt is mérhetre kell vágni. Úgyhogy ezt fogjuk majd csinálni apukámmal a héten, vagy a hétvégén, ugye attól függ, hogy hogy dolgozunk, meg hogy lesz ugye időnk. Csak húzom az optimat, látom. Amúgy hazahoztam a motort, azt az 5-6 lóerős motort, az jött a hajóval, lecseréltem, amúgy ugyanolyan, mint apukámé, látod, annyi, hogy ez 3-6-os. Ez ugyanaz a motor, csak 5-8-as. Amúgy ilyen motorom volt még a régi háznál, ki emlékszik rá, amikor a csónakokat szoktam ugye adni, venni azokat a fém csónakokat, ugyanilyen motort szoktam használni, kivéve ez az újabb változata, nekem még a régi volt. Az benne a különbség, hogy csak valakit érdekel, hogy ennek a tetején van a benzintank, és ide belemegy a benzin. Az enyém, ami volt, a külön kellett rá csatlakoztatni, minden kívül ilyen csőn, és volt ilyen benzines kannám, ehhez nem jött, de lehet rá csatlakozni. Nekem ilyenem nem volt rá, hogy a benzint ide bele kell tölteni. Na ugye, amúgy 10 óra sincs abban a motorról, tehát nagyon nem használták, amúgy 2014-es, 4 év alatt 10 órát nem használták. Na ugye, valószínűleg ezért le kell majd szervizelni. Vissza bejövünk ide. Aztán, amit vettem, az egy Yamaha 25 lóerős, bejövök ide háttúra, úgyis ott nézik a tévét. Az egy ilyen 25 lóerős motor, amit elég jó áron sikerült szerintem megvenni, és kipróbáltuk kétszer, elég jól megy, nem fekszik fel ugye a hajó vízre, tehát annyira nem tudja kinyomni a vízből, de kb. A maximum olyan 20 km per óra sebességgel tud menni a vízen. Az átlag az, hogy szépen ugye elmész olyan 15, tehát nem megy olyan túl gyorsan, de ugye ez a hajó nem is arra van kitalálva, ami vitorlának van kitalálva, vagy vitorlásnak, de arra pont jó az a motor, hogy nem erőlködik, úgyis ez a 6 lóerős motor egy kicsit erőlködött, ez a 25-ös elég jól megy, csendes, tehát eddig még rendesen működik. Na ugye? Úgyhogy, amúgy mit akartam mondani, ma nálunk is szerda van, tehát ezt a videót ma látjátok, mikor ugye ma veszem fel szerdán, ti most keltek fel. Egész pontosan megmondom, hány óra van nálatok. Nálunk 4 óra múlott 3 perccel, nálatok 1 perccel, 4 óra múlott 1 perccel, csak az órám egy kicsit siet. Nálatok egész pontosan 7 óra 1 perc, most már 2 perc van reggel, mikor ezt veszem, ugyanúgy szerdám. Tehát gondoltam, hogy ezt a mai videót ugyanaznap fogom feltölteni, ugyanaznap fogom ugye felvenni, meg megszerkeszteni, és látok is ugyanúgy szerdán van, mint nálunk. Általában egy nappal előbb veszem a videót, valamikor kettővel, de gondoltam, hogy fő a változatosság, és megpróbálkozok fel, tehát kicsit később fogom tudni ugye megosztani, mert általában ilyenkor már megosztom a videót, de én azt mondom, hogy is mentek iskolába, tehát mire hazaértek, addig meg tudjátok nézni, vagy iskola közben szünetben. Ahogy tudjátok, nagyon gondoltam, hogy érdekes lenne, hogy ugyanaznap filmeznék, mikor ugye megosztam. Na mi érzed? Milyen volt az iskola? Mi van a kezedben? A jégkrémnek az a pálcikája, a szemét. Hogy menjünk majd a moziba? Megyünk a moziba? Mit nézzünk a Grinch-et? Még 20 nap. Még 20 nap? Ja, ki jön november 29. Akkor nem mostában megyünk még Grinch-et nézni. November 18-on 10-kor egy Sunday-en van. 10-kor. A morning-ban. Dolgozok. Most nem tudunk menni a hétvégén. Mindegyikén majd megyünk 2-3 hét múlva, amikor majd lesz időnk. Majd meglátjuk. Majd más filmet fogok nézni a moziba? A Pókember. Ja, meg a Pókember, tényleg azt akartam. Hogy akartad nézni. Na mindjárt! Úgyhogy én ezt a mai videót itt most befejezem, csak gondoltam egy ilyen gyors videót készítek. Hogyha elkészül a hajóról, ugye minden, majd megmutatom. És szerintem jól fog kinézni. Ugye az ujjam, ahogy mondtam, kicsit belevágtam, de végül sem olyan vészes. Az volt szerencsé, nem ilyen motoros fűrésszel fűrészeltem, és lehet, hogy leesett volna az ujjam. Ugye én mindig ilyen vagyok. Volt, hogy majdnem kivögtem a szememet, mindenféle fajta dolgot, csűcsővel, csavarhúzóval, ami vigyázni kell, nagyon vigyázni kell ugye mindenféle fajta szerszámmal, főleg nekem, ugyanis én rettentő ügyetlen vagyok ilyen dolgokban, azért szokott apukám ugye segíteni. Úgyhogy mára ennyit mindenkinek, további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézzétek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!